Ahol most ez a sétány fut régen víz állt. eddig ért el a bogyiszlói holták vize. Ma már ennek csak a töredéke van a mederben. Rák Tibor el, elmondta, hogy a holtág melletti házak hátsó udvarából pár évtizeddel ezelőtt még horgáztak a tulajdonosok. Most pedig még a csónakokat is alig tudják használni, olyan alacsony a vízállás. A kritikus állapot kialakulásához a kevés csapadék és a tereprendezés is hozzájárult. Három helyen volt egy nagyobb forrás itt a, a partszakaszon, de most azt szerintem azt betemettük, mikor kiszedték a vizet, megcsináltak, hogy beletek temetve, az is dominál szerintem valamilyen szinten, hogy a vízet nem tudjuk, nem portlódik maga utána a víz, meg hát a talajszintnek az a baj, hogy a talajvíz lement nagyon talajvíz nagyon lement a szintje neki, és szerintem az is dominálja, hogy nem kap, egyáltalán nem tud termelődni utána semmi. 1903-ban egyszer már a kiszáradás szélén átaholták, de akkor természetes úton rendeződött a helyzet. Most viszont már emberi beavatkozása lenne szükség ahhoz, hogy újra megfelelő vízmennyiség legyen a mederben. Hogy valami szivattyúrendszert kéne képítenünk, hogy tudjuk pótolni a vízünket, mert máshonnan mi nem kapunk vizet. Mert Nagy Dunáról kapnánk vizet, van egy kanálisunk, egy csatornánk, ami a Nagy Dunával van összekötve a holtágunk, de sajnos a Nagy Dunán is olyan kicsi a vízállás, már évek óta, négy-öt éve nem kaptunk vizet, mert nincs a Nagy Dunán se víz. Nem nincs akkor a vízállás, hogy fel tudjon jönni a víz a Most már egy több napos tetemes mennyiségű esőzés sem oldaná meg a tó helyzetét, anyagi erőforrás hiányában pedig nincs lehetőség a községnek arra, hogy kiépítsenek egy olyan csatorna rendszert, ami a Dunából pótolná a hiányzó vizet.